Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Gazdasági magazinunkat hallják, a Több-kevesebb című műsort. Jó napot, Rónai Egon vagyok, Somodi Solymos Eszter a mai szerkesztő. Hogy állunk Magyarországon? Van-e valamilyen probléma az energiaellátással? Ezzel kapcsolatosan is készült egy az energiaellátás biztonságát felmérő Európai Uniós jelentés, és erről fogunk beszélgetni itt rögtön az elején Holoda Attilával, aztán kicsit később megemlítjük majd azt, hogy áll az infláció és a költségvetés egymással való viszonya. Megjöttek az új inflációs adatok, van köztük meglepő őszintén szólva, úgyhogy szakemberhez fordulunk, hogy világítsa meg nekünk, mi ez a dolog. Aztán pedig beszélünk a kötelező biztosításokról, vajon mitől pont 10%-kal drágultak a kötelező biztosítások, miközben azt tudjuk, azt mondják nekünk, hogy 4% alatt van az infláció. Jól keresnek-e rajtunk, és a kötelezőn a biztosítók, ennek járunk majd utána. De először akkor energiapiac, Holoda Attila szakértőt kérdezzük, akit önök jól ismernek, és aki nekünk rendszeresen segít abban, hogy ebben eligazodjunk. Így lesz ez tám most is. Attila, szervusz, köszönöm, hogy itt van. Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat. Azt mondja az ENTSO-E, az Európai Villamosenergia Rendszerirányítók Szövetségének jelentése, hogy az Európai Unió jól felkészült a télre. Ezt annyiszor hallottuk már életünkben, hogy ilyenkor az ember mindig egy kicsikét gyanakszik, és lám csak itt is vannak azért kockázatok Máltán, Krétán, Cipruson, de nálunk nincsenek a jelek szerint. Hát még ezt sem mondhatnánk, tehát azért nálunk is vannak kockázatok, de alapvetően ugye az ENTSO-E az alapvetően a villamosenergia termelésre fókuszál, ugye külön van a földgázosok esetén is, ami figyeli ezt, és ez a villamosenergia ellátással kapcsolatos bizonytalanságokat, zavarokat és egyebeket szedi számba, és az alapján állapítja meg, hogy hol vannak bizonyos zavarok. Ugye azt szoktuk mondani erre, hogy hát a piacok úgyis össze vannak kapcsolva, és akkor majd egymást ki tudják egyenlíteni, csak ilyenkor azért tudni kell azt is, hogy nem mindegy, hogy két ország között milyen áteresztő kapacitás van. Tehát úgy szokták ezt mondani, hogy a határmetszéknek mekkora a teljesítménye, tehát nem lehet a végtelenségig szedni egyik vagy másik irányba az áramot, hogyha valakinek éppen hiánya van. És bizony vannak olyan országok, többek között egyébként Magyarország is, amelyik jelentősen importra szorul. És ugye ez a jelentés is kitér arra, hogy miközben Magyarország esetében nagyon drasztikus és mondhatni forradalmi volt az a fajta lendülete, hogy a napelemeknek a mennyisége és száma és teljesítménye növekedett. Hát gondoljuk bele, most már 7300 megawatt felett van a beépített teljesítmény, ami azért 3 paks. Tehát azért így önmagában nézve, hogy nagyon mindenki örülhetne ennek a dolognak, csak mi van akkor, ami például november elején is történt, vagy most is, hogyha kinézünk az ablakon, szürke, ködös időszak van. Gyakorlatilag egy hete nem láttunk napsütést. Hát bizony, és ugye november elején még ehhez az is hozzátársult, hogy még a szél se fúj. Tehát még csak azok az országok, ahol esetleg szélenergiából látják el, még ők is nagy bajba voltak, és akkor tapasztaltuk azt, a november elejé időszak volt, amikor bejött, hogy se szél, se nap, és Magyarországon be kellett kapcsolni egy csomó olyan erőművet, amik olajjal működtek. Ez ugye már nagyon régen volt ilyen, és nem is nagyon kellett ehhez fordulnunk, hiszen korábban azért volt egy ilyen, persze ezek a tartalékok működnek, és olajra minden gázos erőművet át lehet állítani, de nem nagyon használták ezt a kőolaj megtáplálást, nem is nyers olaja, hanem feldolgozott olaja, fűtőolaja. De ott volt mindig a tartalékban Ukrajna. És ugye Ukrajna az ebből a szempontból ez mindig egy ilyen aranytartaléka volt ennek a közép-európai balkáni régiónak. Mondjuk úgy, hogy még a balkáni országok közül is jó néhány, például Szerbia, Montenegro, ahol vannak régi típusú szenes erőművek és vízerőművek, ezek olyan jól kiegészítették ezt a régiót. És hogyha a régió bajba volt, vagy valamelyik ország bajba volt, akkor mindig ki tudták segíteni. Igen ám, de Ukrajnának éppen, hogy az energetikai infrastruktúráját érte támadás, ugye az oroszok részéről, jelentős része megsemmisült az ukrán energetikai infrastruktúrának. Ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy nem tud adni Ukrajna, hanem még maga is vevőként jelentkezik ugyanazon a piacon, ahol azért, ahogy látjuk, van elég szűkös tud lenni a rendelkezésre álló kapacitás, és ez eredményezte azt a faramúci és egy kicsit talán ellentmondásos helyzetet, hogy a magyarországi, romániai vagy éppen a bulgáriai piacon
kétszer annyiba került a villamos energia, mint például a németeknél. És akkor mindenki állt és nézett, és azt kérdezte, hogy de hát nem egyenlítik ki egymást. Hát igen, de azért ezek messze lévő országok egymástól, és hogyha az egyik régióban ilyen hiány van, az bizony nagyon fölfelé tudja tolni az árakat. Alapvetően az Európai Unió készenléte erre a térre gáz és energia tekintetében, vagy gáz és villamos energia tekintetében is megfelelőnek mondható. Ugye a gáztárolók kapcsán Magyarországon is elhangzott, hogy lényegét tekintve, telítve várták a telet. Ez egyébként szinte valamennyi európai, sőt, valamennyi Európai Uniós országra igaz. Európában vannak még országok, ahol ez nem teljesen, mondjuk Szerbiában, vagy éppen Ukrajnában nem voltak tele a tárolók, de az Európai Unió átlagos feltöltöttsége az tényleg jóval 93-94% felett volt, amikor nekifutottunk ennek a télnek. Hát ugye most már azért megtapasztaltunk egy-két hideg napot, főleg ez a november közepi hóesés azért megtréfált mindenkit, meg az a hideg időszak. Jelenleg az Európai Uniós átlagos feltöltöttség 82%, azon belül mondjuk Magyarország esetében ez 77% körülre tehető, de ez még mindig azt jelenti, hogy az ott lévő kapacitás, tehát az ott lévő letárolt földgáz, az a teljes éves fogyasztásunknak közel 50%-át, 49,9%-át képes ellátni bármiféle zavar esetén. Tehát az azt jelenti, hogy én valamennyi európai tároló feltöltésével az Európai Unió azt a problémát is el tudta kerülni, hogy ne legyenek hirtelen felszaladó földgázárak, ne jelenjen meg mondjuk egy hideg esetén egy hirtelen nagy mennyiségű igény a piacon, ami aztán azonnal föltolja az árakat. Ugyanez igaz egyébként a villamos energiára is, hogy ha abban reménykedünk, hogy sokat fog sütni a nap, és azért télen szokott sütni a nap, meg fújni fog a szél, akkor bizony a megújuló energiák tekintetében jól felkészültünk erre az időszakra. Az alapproblémát az jelenti, hogyha az időjárás kibab rá velünk, és mondjuk nem süt a nap hosszú időn keresztül, és nem fúj a szél hosszú időn keresztül, mert hiába volt napsütéses napok száma, a villamos energia tárolásban bizony még Európa úgy általában, és azon belül Magyarország is eléggé rosszul áll. Ezek a rendszerek, ezek mennyire páneurópaiak? Mennyire ér minden mindennel össze? Mennyire érünk össze, mit tudom én, akár a portugál rendszerre, hogy egy nagyon távoli példát hozzak? Azért kérdezem, mert valószínűleg egy ilyen összeurópai kiegyenlítő hatás valamennyi országnak tudna segíteni. Hát igen, az egy nagyon jó lenne, hogyha valahol Európa közepén lennének ilyen nagy kiegyenlítő kapacitások, és azok mindenfelé tudnának adni. Azért a portugál ilyen szempontból nagyon messze van tőlünk, de azt mondom, hogy a... Nem véletlenül hoztam egy ilyen példát. Németország, az azért mondjuk úgy, hogy test közelben van Magyarországnak, sőt a német túltermelés, amikor hirtelen nagyon sok a szél, például a balti tengeren és a szélerőművek megindulnak, vagy sok a napsütés, az bizony zavart okozhat például a cseh vagy a lengyel rendszerbe, de akár még hozzánk is elgyűrűzik nagyon sokszor, és rajtunk keresztül még Ausztriába is. Azért a portugál hatást nem nagyon érezzük, az túl messze van ahhoz, és túl sok áttételen kellene keresztül jönni. De ugye amikor arról beszélünk, hogy tudnak egymásnak segíteni, akkor mindig az szokott lenni az alappélda, hogy hát lám a németek is leállították a sok atomerőművet, aztán veszik ilyenkor szélcsendes és napmentes időszakban a franciáktól az atomerőművekből megtermelt áramot, mert hát össze vannak kötve egymással. Tehát vannak időszakok, amikor nagyon jól működik, és nagyon logikusan működik, de vannak időszakok, amikor az árak tekintetében borzasztóan szétválik egymástól a két rész, tehát a kelet-európai és a nyugat-európai, és ennek van egy profán oka. Az, hogy tényleg össze vagyunk kötve mindenkivel, az egy nagyon jó dolog, de a nyugat-európai országok még sűrűbben vannak összekötve. Tehát az előbb említett határmetszéki kapacitások jóval magasabbak, sokkal gyorsabban tudnak oda-vissza forgalmazni különböző villamos energia mennyiségeket, és nálunk ez a fejlesztés ez azért még várat magára, bár elmondhatjuk, hogy mindenkivel össze vagyunk kötve. Például Szlovákiával 3 vagy 4 határkereszteződő kapacitásunk is van, de még mindig nem elég ahhoz, hogy sokkal rugalmasabban tudjunk reagálni az ilyen helyzetekre. Van itt egy olyan történet, egy pár mondat erejéig kérném szépen erről a véleményedet, ami az Európai Bizottság elkötelezettségéről szól az új széndioxid kibocsátási rendszer bevezetésén keresztül. Ez ugye azt a célt szolgálná, hogy haladjunk előre az emisszió kibocsátás csökkentésében, és hát itt van egy 2027-es céldátum,
ami azért érdekes, mert hát olyan feltételeket tenne az Európai Uniós tagállamok elé, amelyektől elég messze vannak, hozzáteszem, mi magyarok is. Ez egy kicsit olyannak tűnik nekem első olvasatra, mint amit az elektromos autóiparral csinált az Európai Unió, amely autóipar lassan itt Európában belepusztul abba, amilyen feltételeknek meg kell felelnie. Erre számítsunk kibocsátás ügyben is? Hát sajnos igen, tehát én azt látom, hogy az Európai Unió és azon belül az Európa Bizottságnak a körülbelül az ilyen típusú vállalásai picit meghaladják azt a lehetőséget, ami rendelkezésünkre áll. Ráadásul ezt azért mindig tudni kell, hogy bármi ilyen típusú intézkedés, ami abba az irányba szorítaná az európai cégeket, vállalatokat, lakosságot, épületeket, stb., hogy csökkentsék az emissziójukat, az természetesen valamilyen pluszköltséggel jár. És ez a pluszköltség ez azt jelenti, hogy ezek a pluszköltségek jelentkeznek nálunk mondjuk európai cégként, nem véletlen, hogy ilyenkor mindig bejön ez a versenyképességi dolog. Másoknál, meg mondjuk a kínaiaknál, meg az amerikaiaknál, ott meg nem jelentkezik, tehát ilyen értelemben az Európai Unió egy picit ilyen morális piedesztára saját magát oda föltéve, és azt mondva, hogy mi nagyon-nagyon elkötelezettek vagyunk a kibocsátás tekintetében, ugyanakkor saját magát hozza nagyon sokszor rossz helyzetbe, például az üzemanyagokra rárakódó ilyen többletköltségek miatt, például az épületenergia hatékonyság és egyéb elmaradásokat próbálják ugye ezzel motiválni, de nem nagyon haladunk vele még előre. Tehát kicsit, hát ahogy te is mondtad, kicsit mintha megelőzte volna a kocsi a lovat. Hát ez most erősen úgy néz ki. Ugye ez a 2027-es bevezetés, ez már nincs olyan nagyon messze, gyakorlatilag 2 év. Itt arról szólna a dolog, hogy az épületek és a közlekedés kibocsátását 2030-ra 42%-kal kell alacsonyabban meghúzni, mint a 2005-ös szint volt. Most nem tudom, hogy a 2005-ös szinthez képest ma hol tartunk, de van itt egy adat, az Épületenergetikai Teljesítményintézet adata, hogy a háztartások kibocsátása csak 12%-kal csökkent. Hát hogy lesz ebből 42? Hát bizony, ez egy nagyon alapkérdés egyébként, és sokszor nem gondolnak bele akár a politikusok, akik ott ülnek, akár Brüsszelbe, akár máshol, főleg a nyugat-európai országokban, hogy bizony a kelet-európai országok esetében az épületenergetikai hatékonysági lemaradottságunk sokkal nagyobb, mint azt bárki is feltételezte. Ugye én mindig el szoktam mondani, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy átfogó épület energiahatékonysági program, ami indult, és fölmértük, hogy állunk ezzel, és megállapítottuk, hogy az épületeink 70%-ánál, ez egy nagyon magas szám, a felhasznált energia 40%-a veszendőbe megy, azaz egész egyszerűen az udvart fűtjük, az utcákat fűtjük, és hasonló, nem jó a hatékonyság az épületeknek. És azt látom, hogy miközben például a napelemeknek a telepítése tekintetében nagyon nagy léptekkel haladtunk előre, épületenergia hatékonyságban bizony nem. Miért nem? Mert ugye erre pénz kell, és ugye a magyar lakosság, és ugye általában a közép-európai lakosság esetében a jövedelem viszonyok bizony nem nagyon teszik azt lehetővé, hogy az emberek erre pluszba áldozzanak, és sajnos azt látom, hogy nagyon sok esetben például az új épületek esetében sincs olyan kötelező jellegű elvárás, hogy sokkal magasabb szintű energiahatékonysággal rendelkezzenek, mint mondjuk a korábbi épületek. Tehát ugye nálunk, amiről mindig szoktunk beszélni, ezek a klasszikus kádárkockák, hát azok abszolút pocsékolják az energiát. És hogyha nem indítunk valamilyen valami központilag vezényelt programot erre is, nem juttatunk az embereknek pénzt erre, hogy felújítsák, akkor bizony ebben nem sokat fogunk jutni előre. Ez a 12% tényleg nagyon messze van attól a 42%-tól. Ráadásul ugye itt jön a másik fele mindennek, és ez az európai autógyárakra való utalásom alapja, hogy jön a büntetés. Hiszen ők is a büntetést rettegésükben vannak olyan helyzetben, mint amilyenben most. Itt is az emisszió csökkentésének elmaradása, vagy nem megfelelő mértéke büntetést von maga után. Ez ugye ez az alapprobléma, hogy sokszor hisznek abban a politikusok, hogy a büntetéssel mindig mindenkit mindenre rá lehet kényszeríteni. De hogyha a büntetés az azt hozza maga után, hogy maga a vállalkozás is tönkre fog menni, akkor bizony inkább elhúzzák az utolsókik, és legfeljebb bezárják a vállalkozás kapuit. Ez nem megoldás. Ráadásul én tényleg azt látom, hogy Európa miközben nagyon harcosan kiáll az emisszió csökkentés mellett, mint hogyha nem igazán lenne azzal tisztában, hogy szép dolog ez az emisszió csökkentés, de például
mondjuk a kínai emisszió, amelyik a világ teljes emissziójának a közel egy harmadáért felel, az azt jelenti, hogy Európa összes tagállama mondjuk egy csoda folytán holnaptól nem lenne emissziója, nem venni észre a világ. Egyszerűen nem venni észre a világ. Hát a mi sajátunkat, mondjuk a magyarországi emisszió az ilyen 0,1-0,2%-a a világ teljes emissziójának. Most persze lehet-e azt mondani, hogy jó, de hát akkor mi lépjünk előre, és sok kis lépésből fogunk eljutni valahova, de hát nagyon sokszor azt mondja az ember, hogy hát azért két kis ugrásra nem lehet egy szakadékot átugrani. Ahhoz, hogy a szakadékot átugorjuk, ahhoz legalább kellene egy híd. Na most, vagy egy nagyon nagy ugrás. A híd pedig nem más, mint azok a támogatási programok, amiket oda kellene adni az európai, elsősorban a közép-kelet-európai lakosságnak, hogy fejlesszék a saját energiahatékonyságukat, de hogyha olyan bonyolultak ezek az európai pályázatok, mint amilyenek, hát ismerjük jól, hát egy egyszerű lakos nem tudja kitölteni ezeket a pályázati anyagokat, az bizony nem fog előre vinni minket, tehát én sokkal inkább egy ilyen másik oldali rugalmasságot és másik oldali kezdeményező készséget várnék el az Európai Uniótól, semmint az, hogy hát majd megbüntetjük őket, és akkor mindenki összekaparja magát. Nem fogja, nem fogja. Ráadásul a versenyképesség az ilyen szempontból lényeges probléma. Nem véletlen, hogy a Draghi jelentés is erről beszélt nagyon sokat. Holod Attilának köszönöm szépen a elég széles körű felvilágosítás. Szerintem így hirtelenjében be sem fogjuk az agyunk, mert nem vagyunk szakértők. Aki pedig igen, ő úgy is tudta. A dologhoz hozzátartozik, hogy 2027 persze, mert az még odébb van, addig sok minden történet, hozzáteszem az autóiparban is, hiszen éppen erről próbálnak tárgyalni az autós cégek a különféle kormányokkal, például a németek a német kormánnyal, hogy legyen újra támogatás. Szóval itt sok minden forrong, majd visszatérünk rá. Köszönöm szépen. Mindenképpen. Nagyon szívesen, szervusz, minden jót. Holoda Attila, energiapiaci szakértőt hallották a Több Kevesebb műsorában. Több Kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Inflációs adatok, friss felmérések, a Statisztikai Hivatal közzétette a legfrissebbeket. Tovább emelkedett az infláció Magyarországon a szeptemberi 3 és az októberi 3,2% után, novemberben 3,7%-os volt az éves ráta. Ez az alapinformáció, ezt fogjuk kibontani, meg még az összes többit, amit megtudtunk Németh Dáviddal, a KNH Bank vezető elemzőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez olyan, mintha örülnénk neki, így szólt a hír, hogy tovább emelkedett az infláció. Ez valójában jó hír? Hát semmiképpen nem jó hír. Hát, a jó hír az, hogy nem okozott meglepetést, hiszen ezt vártuk, hogy emelkedni fog az infláció. És a 3,7% az pont meg is felel a konszenzusnak, tehát gyakorlatilag telibe találta a várakozásokat a tényadat. De sajnos azért a részletekben látszódnak kedvezőtlen folyamatok, különösen amit minden nap érzünk a bőrünkön, amikor bemegyünk az élelmiszerboltokba, hiszen az élelmiszerek ár emelkedési üteme az 5%-os szintre gyorsult most már, úgyhogy ez meg is haladja a teljes inflációs mutatónak az értékét. Hát meg vannak itt olyan drámai emelkedések, amik épp így az ünnepek környékén lesznek nagyon fájók, a liszt majdnem 40%-kal, a tej 16,6, a csoki, a kakaó 12,8, a gyümölcs, a zöldség 11,7, az étolaj 10%, a tojás 10%, a vaj szintén ennyi. Szóval itt azért vannak olyan tételek, amelyek pont az ünnepeknél a házi asszonyokat, a bevásárló urakat egytől egyig meg fogja lepni. Hát sajnos egyrészt látszódik az, hogy a feldolgozatlan élelmiszereknél van egy áremelkedési gyorsulás. Itt a zöldség, gyümölcs esetében is ez megfigyelhető. Ezt nagyon sok esetben importból tudjuk ebben az időszakában az évben beszerezni, és itt viszont már látszódik szerintem az is, hogy a gyengébb az árfolyam, mint mondjuk ezelőtt két hónappal volt, és ez is hajtja fölfelé. De valóban a tojás és egyéb ilyen termékeknek az ára is emelkedik, például a tojásnál az se segíti a helyzetet, hogyha éppen madárinfluenza van, és amiatt az állatállománynak egy részét mondjuk le kell vágni, vagy éppen a takarmánynak az ára megy fölfelé, szóval sajnos igen, az élelmiszereknél ott már a nyár folyamán a rosszabb időjárás miatt elindult egy áremelkedési ütem, és ez egyre inkább tart és tolódik, és egyre később lesz vége, és ahogy ez fennmarad, úgy egyre több
feldolgozott élelmiszer árában is meg fog még jelenni január-február-márciusban. Van viszont jó hír is, a meglepően alacsony költségvetési hiány, itt vannak a friss közlések, 233,8 milliárd forintos volt a hiány novemberben, ez a legalacsonyabb 2019 óta ebben a hónapban, borzalmas szám ez is, de tulajdonképpen kevesebb, mint amire számítottak a szakértők. Mindenképpen ebből a szempontból egy pozitív meglepetés, és el akarnám viccelni, akkor mondhatnám, hogy ez már a békeköltségvetés, hiszen Trump megválasztása után jött. Igen. És ugye béke, 20 előtt voltak még békés időszakok, de ez is egy jelentős hiánynak mondható. Viszont azt is előre mutatja, hogy decemberben óriási hiányt is felhalmozhat akár a kormány, hiszen 4900 milliárdos hiány az a módosított hiány cél az idei évre. Ez azt jelenti, hogy 1500 milliárd forintos hiány is lehetne akár az utolsó hónapban. Ennyi hiány még hiányzik? Hát mondjuk nekem nem, meg valószínűleg az adófizetőknek sem, de ekkora mozgástéret adott saját magának ez alapján a kormányzat, akár egy jelentős évvégi költekezésre is. Hogy ebből mi fog megvalósulni, nem tudom, mert azért 1500 milliárdos egyhavi hiány az nem nagyon szokott lenni. Általában itt az elmúlt éveket, ha nézzük, akkor durván 1000 milliárdos volt az utolsó havi. Nem lehet, hogy a kormány, csak félve kérdezem, mert ugye józanészre utalna, elkezdeni a hiánycsökkentést? Hát elképzelhető, hogy szeretett volna a sok-sok rossz év után biztosabbra menni, és végre úgy zárni egy évet, hogy pozitív meglepetést hoz a költségvetésnek az egyenlege, és nem mindig negatívat. A tavalyi évre visszagondolunk, akkor ugye még az utolsó napokban is egy sokkal kedvezőbb hiányt mondott be, mint a valóság lett a végén. Úgyhogy ez egy érdekes fordulat lenne, hogy most végül egy kicsit kedvezőbb hiányadat jön ki. Azt azért hozzátéve, hogy ez egy pénzforgalmi szemléletű hiány, tehát majd meglátjuk, hogy az eredmény szemléletű hiány az mekkora lesz, de az mindenképpen egy jó hír lenne, ha legalább ez amit az adott évben kifizet a kormányzat, az jobb, mint a amúgy nagyon jelentősen megemelt hiánycél. Az, hogy 1500 milliárdot, de mondd, hogy 1000 milliárdot mire fog elkölteni a kormány a tervei szerint, az mennyire tudható? Mire megy decemberben ennyi pénz? Hát ilyenkor minden folyamatban lévő projektet kifizetnek, tartozásokat is akár kifizethetnek. Van, amikor például a kórházaknak a hosszú hónapok óta fent álló tartozását elkezdik kiegyenlíteni, különböző beszerzéseket, olyanokat is láttam az elmúlt években, hogy még ilyenkor irodaszereket is berendelnek, mondjuk minisztériumokban, mert még van rá keret, és hogy ne bukják el ezt a keretet. Úgyhogy rengeteg ilyen terület van, ahova ezek a pénzek, de egyébként mondjuk karácsonyi pénzre is mehetnek ki ilyen összegek. Úgyhogy nagyon sok helyre el tudnak menni ezek a forintok így az utolsó hónapban. Azt mondja a pénzügyminisztérium, hogy a kormány stabil pályán tartja a költségvetést, és a jövő évi költségvetés sokkal jobban igazodik majd a tervekhez, mint az idei volt. És olvasom, hogy a bruttó vendége volt, márhogy ön, és ott azt mondta, hogy valóban tarthatóbbnak tűnik a jövő évi költségvetés, mint a korábbiak. Mitől? Hát tarthatóbbnak tűnik, mert csak hogyha a makrogazdasági pályát nézzük, akkor nincs annyira messze most a kormányzati várakozás vagy előrejelzés ahhoz képest, amit most így látunk a folyamatokban. Sokszor az volt, hogy már elfogadtam mondjuk júniusban így a költségvetést, és egy olyan növekedési meg inflációs számmal, ami két hónap múlva már teljesen elképzelhetetlen lett volt, és utána teljesen máshogy alakultak ezek. Hát a növekedési számokkal kapcsolatban most is ezt mondják, önök is ezt mondják. Hát, igen, de nem mindegy, hogy most 1,5 százalékpontja különbség, tehát mondjuk a kormányzat 3,4%-ot várt jövő évre, mi meg mondjuk 2%-ot, és volt olyan, amikor elfogadták a költségvetést mondjuk 4%-kal, aztán közben meg recesszió lett az országban. Tehát ugye azért nagyon nem mindegy ezek a különbségek, vagy a tervezethez képest mennyi az eltérés a pályában, és akkor ez hogyan üti meg a bevételi sorát a költségvetésnek. De ugyanez igaz az inflációra vonatkozóan is, úgyhogy ebből már egy picit
pontosabb prognózist mellett tervezi a kormányzat, illetve látja, hogy mi, hogyan alakult az idei évi bevétel. Tehát ez is egy nagyon fontos, hogy már az alap, amire tervezi a jövő évet, azért az egy pontosabb alapot képez. De ettől függetlenül én sok kockázatot látok a jövő évi költségvetésben is, de talán nem arról kell már beszélni, mint egy-két évvel ezelőtt, hogy a 3,5-es hiányhoz képest most 5 vagy 6% lesz a tényleges hiány, vagy csak arról mondjuk a 3,7%-os hiány célhelyett 4, vagy 4,2, vagy 4,3, tehát ilyen szempontból egy sokkal biztonságosabb költségvetés elé nézünk a jövő évben. Mennyire befolyásol minket az, hogy a világ körülöttünk hogy viselkedik, hogy növekszik? Az OECD szerdai jelentése azt írta, hogy Németország jövőre is bajban lesz, szemben a világgazdaság nagy részével, amelyik inkább kitör a mostani nehézkedésből. Természetesen számít a nemzetközi környezet, Németország, Magyarország számára fontos, de a jó hír a rossz hírben, hogy Magyarország költségvetése azért nem elsősorban a német gazdaság teljesítményétől függ, sokkal inkább attól, hogy milyen a belső fogyasztás, hiszen a mi adó struktúránk az ÁFA központú, jövedéki adó központú, tehát nagyon fontos az, hogy a lakosság hogyan tud költekezni a jövő évben, és ebből a szempontból természetesen van egy német gazdaságnak hatása, hiszen az itteni ipari cégek, amik a német gazdaságban termelnek, ott elbocsátások vannak, az rossz lesz a költségvetésnek, de mégis azért ez egy kisebb szelete a teljes gazdaságnak, miközben azért a szolgáltató szektor, vagy vannak azért más országokból beruházások Magyarországon, azok a cégek hogyan teljesítenek. Tehát összességében azért rossz hír, de nem gondolom, hogy ez önmagában felborítaná a jövő évi költségvetést. A gazdasági miniszterünk pedig úgy is azt mondta, hogy tessék sokat fogyasztani, hát nem véletlenül itt a magyarázat, hogy miért. Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Folytatjuk a gazdasági magazint. A Magyar Nemzeti Bank azt mondja, hogy 10%-kal drágultak a kötelező biztosítások egy év alatt, akkor ez nyilván így is van, de hogy miért, ennek próbálunk utána járni. Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz kommunikációs igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hogyha 3% az infláció, vagy mondjuk 4, ha legyünk megengedők, nagyjából ennyi lesz az éves összes, akkor mitől lett 10% a kötelező biztosítások árdrágulása? Keresnek rajtunk a biztosítók 6%-ot pluszban? Hát ugye alapvetően az egyik válasz az, hogy minden biztosítói profitorientált szervezet, tehát ugye sajnos szeretnének keresni ezen a szolgáltatáson, és ilyen profitot realizálni, úgyhogy semmiképpen nem mentesülünk afelől, hogy mi válogassunk közülük, és keressük a legmegfelelőbb ajánlatot. A másik, ami ne legyen csak ilyen egyszerű válasz, azért azt is hozzá kell tenni, hogy a biztosító társaságoknak a kötelező biztosítások díjait már nagyjából egy évre előre meg kell határozni. Persze 60 naponta lehet díjat frissíteni azért, de azért az mégsem várható legyen társaságtól. Na de hát jövőre is milyen kedvezőek a kormányzati kilátások, azt mondják 4% lesz jövőre is, sőt alatta. Igen, bár azt is figyelembe kell venni, noha ugye az állam tiltja, hogy ezt az ügyfeleket tovább legyen hárítva, de azért mégiscsak ott van az extra profit adó, ami azért érinti ezt a biztosítói szektort, és tényleg a védelmükre kell, de azt mondom, hogy azért valahol be kell árazni az összes működési költséget, veszteséget, és, vagy adótartás, bármit. Tehát összességében ebből állnak össze a kötelező biztosítási díjak. Tényleg az is elmondható, hogy az egész európai régióban nálunk az egyik legalacsonyabb, hanem a legalacsonyabb a kötelező biztosítási díja. Ugye én évek óta azt prognosztálom, hogy el fogjuk érni szerintem a 80-100 000 forintos átlagdíjat is sajnos. Most egy picit csökkent ez a növekedés, volt már 10%-nál intenzívebb is. Ugye most a 60 000 forint, 58-60 000 forint körül vannak az átlagdíjak. Igazából én azt mondom, hogy a biztosítók üzletpolitikája is befolyásoló, nem nagyon tud más tenni az autós, mint hogy tényleg tizenvalahány biztosító ad kötelező biztosítás ajánlatot, válogat a díjak között. Na majd ezekre a díjakra vagy az ajánlatokra térjünk is vissza pár mondat erejéig, de azért én azt itt felvetném, hogy a fővárosi autósok számára ez a 80-100 000 forint közötti sáv, ez megvalósult, 83 500 forint az átlagos éves díj egy normál használatú magánautó esetében. Tehát igen, ott kezdünk lenni. Viszont
A vidékiek 53,6, tehát 53.600 forintot fizetnek átlagosan. Ez nagyon komoly különbség, ez 30.000 forintnyi, majdnem 40%-os különbség. Ennyivel gyakoribbak a budapesti balesetek? Hát sokkal gyakoribbak, igen. Tehát a kötelező biztosítás díját befolyásolja az autós kora, a tapasztalata, ugye bónusz-málusz rendszere, a gépjármű ereje, teljesítménye és a lakhelye, az autó állandó tartózkodási helye, és ez utóbbi a legjobban a felsorolt tényezők közül. Tehát igen, a nagyvárosokban, még egyébként a vidéken is megfigyelhető a nagyobb városokon belül, és azoktól távol eső kisebb városokban, adott esetben falvakban is jelentős az árkülönbség a kötelező biztosítási díja között, de Budapest a koccanásos balesetek és azon belül drága autó kis koccanásból nagyon-nagy összegek kifizetésének abszolút jellemző helye. Tanyára kell költözni, kérem. Ez a tanulság. Ebből a szempontból mindenképpen hát jobb. Igen. Az úgy szokott lenni, hát legalábbis az én összes ismerősöm így jár el, és hát őszintén szóval ez tőlem sincs messze, hogy megnézem az ajánlatokat, és miután hasonlónak látom az összeset, a legolcsóbbat választom. Nem ezt szokták az emberek csinálni? De ez egy teljesen megfelelő eljárás, tehát minden biztosítási termék esetében el lehet mondani, hogy figyeljük a minőséget és válasszunk nekünk megfelelőt. A kötelező biztosítást ugye viszont egy törvény szabályozza, hogy teljesen egyforma szolgáltatásokat kell tudni nyújtani a minden autós számára. Ugye nagyon nagy összeghatárokig, de kifizeti helyettünk az általunk okozott kárt, tehát mindenképpen egy nagyon hasznos termék. Ezen belül viszont én azt mondom, hogy tényleg szabadon választhatunk már melyik biztos ajánlatából. Azt érdemes esetleg megfigyelni, hogyha más biztosítási termékünk, más lakossági termék, lakásbiztosítás, kaszkóbiztosítás, életbiztosítás esetleg valamelyik társaságnál van, akkor adhatnak ezek a társaságok ilyen összevont biztosítások miatti kedvezményeket, ezt esetleg érdemes mondjuk átnézni, de azt gondolom, hogy majd online akusz felületén könnyedén össze lehet kombinálni kötelezőt kaszkóval is akár, és pillanatokat meg lehet állni, legkedvezőbb ajánlatot lehet közni. A kaszkóról hogy leszoktunk tényleg? Most olvastam múltkor egy statisztikát, alig kötnek magánautósok kaszkót, ugye a leasingelt autókhoz sokszor kötelező, de egyébként szinte nincs. Borzasztó alacsony a kaszkó kötés, alig éri el a 9-10%-ot a magyar autós flottán, vagy autós térképen ez a szín. Egyértelműen öregszik azért a magyarországi autóipar is, vagy autópark, tehát ezt mindenképpen el kell mondani, hogy egy bizonyos kor fölött nem kell, de fölösleges, 15 év fölött már szerintem is fölösleges kaszkót kötni, amikor az emberek elérnek a 10 éves kor fölötti korhatárba az autóikkal, akkor sokszor szerintem is joggal döntenek, úgyhogy erre már nem biztos érdemes kaszkót kötni. Másfelől viszont ugye az egyre inkább dráguló élet és a spórolás, sokan spórolnak a kaszkó biztosításon. Mert hogy az viszont tényleg nagyon drága. Valóban magasak, igen, tehát én azt gondolom, hogy magasak ma már, simán el lehet kérni átlagos autóért 2-300 000 forint éves kaszkódíjat is, amit azért hozzáteszem, ha összetörik az autó, vagy ha ellopják, akkor ugyanilyen nagyon megnőtt ám a keletkezett kárnak a mértéke, és még jobban pénztárcában, vagy akár az életmódunkba vág, hogyha mondjuk összetörik teljesen az autó, és nincs kaszkóbiztosításunk, ami ezt fedezze, de könnyebb meghozni, hiszen nem kötelező kaszkót kötni, könnyebb meghozni azt a rövid távon kedvezős forrási döntést, hogy nem fizetjük be a kaszkót, és akkor inkább anélkül, ez akár 20-30 000 forinttal is több mozgásteret jelentett havonta a családoknak, hát ilyenkor nagyon kell bízni benne, hogy tényleg nem vétünk semmi olyan hibát, ami az autónkra ez káros. Vagy amit megmondott az előbb az értékhatár, és illetve az év határ, tehát hogy 15 év esetében, ott pont az a lényeg, hogy az autó maga nem ér annyit, mint amennyit befizetünk a kaszkóra, tehát gyakorlatilag, ahogy múlnak az évek, feleslegessé válik. Könnyen előfordulhat valóban az, és azt gondolom, hogy biztosítási szakértő részéről az a tanács is hasznos tanács, hogy mikor nem kell már mondjuk valamilyen biztosítást megkötni. Igen, előfordulhat az, hogy 2-3 év kaszkó fizetés után majdnem elértük azt, hogy még egyszer kifizettük az autónknak a egyébként folyamatosan csökkenő évek során, vagy a csökkenő piaci árát. Tehát valahol az ember ilyenkor úgymond a saját biztosítójává válik, hogy akkor inkább félreteszek annyi pénzt, hogyha gond van, akkor kifizessem, mert futom a kockázatot, hogy nem törik össze, vagy nem lopják el. Igen, ahogy az autó idősödik, egyre inkább közelhetünk ahhoz a döntési határoz, hogy nem biztos, hogy már érdemes kaszkót kötni. Köszönjük, Németh Pétert hallották, jó tanácsokkal a
CLB biztosítási Alkusz kommunikációs igazgatóját. Minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen, én is viszontlátásra. És önöknek is minden jót, mert eddig tartott ma a Gazdasági Magazin, ugyanebben az időben. Jövünk holnap is, akkor is várjuk önöket. Róna Jégont hallották, viszont hallásra.